A tulajdonosokat mindig megszoktuk itt kérdezni, hogy a nagy kérdés, hogy miért döntött úgy, hogy belevág a borászatba, tehát hogy egy pincészetet megvásárol, vagy akár a semmiből létrehoz, és aztán rengeteg sok pénzt beletol. Ugye van ez a mondás, nem tudom idézni, hogy hogyan legyen valaki milliómos. Milliárdos. Ugye, igen, milliómos, előtte milliárdjai voltak. Igen, hogyan legyen, elmondom a hallgatók, hogy hogyan legyen valaki milliómos a borászatból, úgyhogy előtte milliárdjai voltak, valahogy így van, igen. Részben azért igaz ez, különösen az első években biztos, és most tényleg nem annyira a gazdasági kérdésekről szeretnék itt beszélgetni ebben az adásban, hanem érdekel, hogy mi volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy sabarborház lesz. Hát egyrészt ugye ez hobbiként indult, és nyilván egy kis szőlőterület megvásárlásával, tehát nem volt ez a dolog annyira tudatos, hogy egy olyan méretű borászatot szeretnénk elérni, mint ami most van. De miért dönt úgy az ember, hogy vásárol egy szőlőterületet Badacsonyban? Én közgazdász vagyok eredetben, tehát egész életemben ugye számítógéppel, papírokkal foglalkoztam, ezzel dolgoztam. És akkor tudtattad, hogy ez nem egy gyorsan megtérülő beruházás lesz, sőt. Igen, illetve olvastam valahol ezt a mondást, hogy a tudatlanság démoni erő. Tehát ugye, hogyha az ember nem tudja, hogy mibe vág bele, akkor nagy lelkesedéssel teszi. Még van egy, hogy ilyen nagyon jópofa mondásokat tettünk, fogtassuk, hogy kockázat nélkül nincs veszteség. Ez így is igaz, igen. Tehát tulajdonképpen ugye én gazdasági területen dolgoztam, és mindig számítógép meg papírmunka volt a részem, és valahogy ugye ilyen 40 éves voltam, amikor úgy éreztem, hogy valami mást is kellene, tehát valami kézzelfoghatót, valami értéket teremteni. Nem mint hogyha az, amit addig csináltam volna, az értéktelen lett volna, csak mindig úgy éreztem, hogy az én munkám azért fontos, mert egy jogszabály előírja. Tehát az a jogszabály holnap mást ír elő, és én ugyanazt csinálom, mint tegnap, akkor onnantól kezdve törvénysértő vagyok. Tehát, hogy valami önmagától való hasznos, fontos dolog úgy jó lett volna. Én egyébként először egy erdőt vettem, tehát ez egy fél évvel még a szőlő előtt, mert azt gondoltam, hogy a fa az jó, meg az kell, meg oxigén termel, meg a madarak. És ugye a következő lépés volt a szőlő, mert bort azt mindig szerettem. Borkóstolókra jártam, bort ugye vásároltam. A nagyszüleimnek voltak egyébként így szőlői vagy gyümölcsösei, a szüleim már ezzel nem foglalkoztak, és ilyen hobbiként indult, és Badacsonyi borvidéken találtam egy szőlőterületet, én okosan, hogy az internetet kutatva. Akkor nem az erdő környékén, hogy legyen mit a vadaknak leenni. És igazából hagytam magam rá beszélni, mert én először egy kis szőlőterületre gondoltam, de végülis hát ugye a helyi borászok mondták, hogy hát nem szőlőterületet kell venni, saját bort készíteni, az az igazi. Hmm. És hát ugye engem ez érdekel, csak hát gondoltam, hogy nem értek hozzá, nem lakom ott helyben. De az erdő az tök máshol volt. Az Nagykanizsa mellett van, egy Börzöncen nevű kisfaluban. Lehet mondani, hogy tök máshol. Igen. És tulajdonképpen egy másik borásznak a segítségével, a Villatolnainak a borásza segítségével indult el ez a dolog. Aztán nyilván a Laci, a Nagy Laciról van szó, ő párhuzamosan vitte a két pincét, tehát a szakmai munkát ő szervezte. Egy idő után, tehát azért eltelt kb. 5 év, amikor tehát látszott, hogy ez a kettő együtt nem fog menni, és végül is 2,5 éve most már egy Földi Bálint nevű fiú a borászunk, egy fiatal borász srác. Tehát igazából azon ilyen hobbiként indult a dolog. Környékbeliek, a falubeliek látták, hogy van itt egy majom, aki hajlandó pénzt belerakni a szőlőbe, és akkor jelentkeztek, neki is van egy kis területeladó, meg nekem is. Ez melyik falu? Ez Káptalan-Tóti, a Badacsonyi borvidék szélén, és tulajdonképpen a mostani méretünk, ez a durván 7 hektár, tehát 6,8 hektár, ez egy olyan 17-18 helyrajzi számból jött össze, igazából két tagban van, tehát 8-10 hektár van a Bács-hegyen, és a másik 6 hektár az ott Sabaron. 25 tulajdonos talán ilyen apró lépésekből, ilyen szétdarabozódott, vagy itt szétaprózódott területeket vettem meg. Nyilván volt több tanuló pénz is, tehát vettem olyan helyen, ami fagyveszélyes volt, eladtam, és akkor próbáltam a saját káromon egy kicsit tanulni, fejlődni, vagy előrébb jutni. Nyilván egy idő után az ember rájött, hogy akkor most nem lehet ezt az egészet hobbinak tekinteni, mert akkor egész életemben marha drága bort fog mindig inni. Most akkor vagy komolyan veszük magunkat, vagy megette a fene az egészet, és akkor ez az előbbi döntés született, hogy akkor tekintsük ezt igazából tényleg egy kicsit ilyen vállalkozásként, és próbáljuk eljutatni arra szintre, ahol megáll a lábán, és remélem, hogy most már nagyon közel vagyunk.